Ez itt az Ebugatta, megkezdjük frisbee iskolánkat. Petrus Krisztina vagyok, soha az életben nem sportoltam még, kaptam kölcsön kutyákat, meg egy korongot, meglátjuk, mi fog történni. Mai frisbee adásunkban Kerényi Katával megmutatjuk, hogy milyen korongot kell választani kutyánknak, kicsit megtanuljuk, hogy az ilyen téli időben mit lehet gyakorolni már a szobában is, hogyha el akarunk kezdeni frisbizni. Az első frisbee adásban megtanultuk azt, hogy nem úgy megy a korong vásárlás, hogy bemegyünk egy boltba, a játékosztályon látunk egy frisbit, és azt odaadjuk a kutyáknak, hogy játszon. Az a frisbee, amit a boltban árulnak játékként, sokkal keményebb anyagból készült, mutatom, ez nagyon rugalmas, ahogy látod. Ezt a kutyáknak sokkal kényelmesebb megfogni. Ha frisbizni akarunk, hogyan válaszunk először korongot a kutyánknak? Függ-e attól, hogy kölyök kutyánk van, vagy felnőtt kutyánk, hogy jobban rágcsál, kevésbé rágcsál, mit vegyünk figyelembe, mit szoktatok ajánlani? Két nagyon fontos szempont van, amit figyelembe kell venni. Az első a kutya mérete. Ahogy látjátok, vannak nagyobb korongok, kisebb korongok. Ez egy harapásálló verzió, ez pedig egy teljesen sima, hagyományos versenykorong. Vannak kutyák, amik nagyon erősen fogják meg a korongot. A keményebb harapású kutyák, azok ilyesmit tudnak művelni a koronggal. De ahogy látod, csak lukad és nem törik, nem sérti fel a kutya száját. Ez mondhatni egy-egy külön iparág, akik ezeket a korongokat gyártják csak erre a sportra, ugyanúgy, mint egy emberi sportnál az eszközök? Ez így van, ez egy sporteszköz, mint bármilyen humán sporteszköz, többféle cég gyártja, folyamatosan fejlesztik, melyik a legkönnyebb, a legjobban repülő, a leginkább harapásálló. Ugye azt már tudjuk, hogy nem úgy megy, hogy veszünk egy frisbit a kutyánknak a boltba, hanem nagyon sokféle van, amihez azért ugyanúgy szakértő tanács is kell. Hol tudunk kutyás frisbit vásárolni? Még egyszer akkor szeretném elmondani, hogy semmiképpen sem játékboltban, illetve kutyás szaküzletekben sem lehet kapni olyan frisbit, amivel versenyen lehet indulni. A versenykorongokat kizárólag ezzel foglalkozó cégek weboldalán lehet rendelni külföldről. A Dizdog vagy Frisbee-dog, ezek a kulcsszavak azok, amikre kidobja az internet ezeket az oldalakat, illetve versenyekre érdemes kilátogatni Magyarországon is, mert ott általában azért lehet kapni korongokat. Akkor most már tudjuk, hogy hogyan kell frisbit választani a kutyánknak, most egy kicsit meg fognak tanítani arra, hogyan kell eldobni ezt a korongot a kutyának. Jött a Józsi, és most megtanítja nekem, még kutya nélkül, hogy egyáltalán hogy kell megfognom, mi az, amit alapvetően most így még kutya nélkül tudnom kell. Hát az edzéseinknek lehet mondani, hogy a 70% a kutya nélküli, azoknak, akik már sportolnak, akik versenyre készülnek, mert a legfontosabb a dobás technika. Nyilván, hogyha az ember csak szabadidő eltöltésből dobigál a kutyának, akkor ennek akkora jelentősége nincsen, de amikor már versenyre készülünk, akkor ez az egyik legfontosabb a technika kialakítása. Három alapvető dolgot mutatnánk most legelőször, amikor még mondjuk egy kölyökkel az egészet elkezdjük, hogy hogyan jöjjünk hozzá. Kifordított csuklóval megfogom a korongot, és mint a kocsi kerékig elindul a burítással. Jó, kezdődik. Ez egy tanástalan arc, megfogom. Milyen jó, hogy most még cél van, és a szobába gyakorolhatunk. Ez pontosan ez a lényeg. Arra, hogy a kutya érdeklődését felkeltsük a mozgó távirányt, ez bőségesen elég. Hát de én itt szoktam eldobni a frisbit. Majd nagyon messze van, amikor a repülőkorongot fogja meg a kutya. Hogyha sikerül ezt a mozdulatot begyakorolni, ez szerinted mennyi idő, mire azt mutatjuk, hogy már tökéletesen megy? Körülbelül 2 perc alatt egy kis odafigyeléssel. Már el tudom akkor gurítani a korongot, dobni is megtanulunk még ma. Kölyök kutyánál, amikor még gyakorlunk, akkor nem hajíthatjuk el messzire a korongot, hiszen még nem is tudna a levegőből levenni, hanem egy ilyen mozdulatot gyakorolunk. Így. Így? Ennyi. Így van. Jaj. De segíthetsz nem a másik egyszerűen azért ez? Hát... Annyira nem. Lényeges. Aki otthon szeretné, próbálja ki, gyakorolja velünk. Jaj. És amikor már majd dobni fogunk a kutyának távolra, ugyanezt a mozdulatot hagyjuk végre, csak kiengedjük a korongot. Hát ez a nagyon egyszerűnek tűnik. Ugye lehet engedni? Igen. Ja, ez a harmadik mozdulat? Így van. Ha, még nekem is ment. Megtanultál frisbizni. A mai frisbee iskolában megtanultuk, hogyan válaszunk korongot kutyánknak, és a három alapvető mozdulatot, ha velünk tartottak, önök is elsajátították. Ez az egyik. Sok. Utána dobáljuk a frisbeet egy kicsit fölfele, jó, hogy már ha megyünk, és utána
el lehet dobni.